Üdv mindenkinek! Határharcos. Eljöttünk, kicsit le. Hengerezzük, apító hengerezzük a forgót. Igen. Adott egy Porsche. Hullos. Rajzolnak. Plusz súly. Világítás. Egy két henger. Ez egy sor. Az ismerős adta kölcsön. Köszönöm innen is Kubik Rolandnak, hogy kipróbálhattam. Ugye. Szépen. Ugye hát van ami, de azt is össze vágja. Ugye nekem minden már könnyebb dolgom lesz a harcsával. Mert ugye jártam már úgy, hogy ekkora napraforgó volt. És tárcsa csak megfogta. És kidobta. Ugye egy föld előtt kidobta és max félre elvágta. Úgyhogy itt most már azért könnyebb dolgom lesz, ugye ő frontra használja, ugye rajta van a lemez. 1700 kiló, úgyhogy jó súlyba van kicsike. Amúgy, igen, hektárt azt lehet vele kihűteni, hogy sikeresen a kocsik napraforgó már egy szeget kiütött. A harmadik pontnál, vagyis hát a húzóból, viszont volt nálam, nem tett ilyen napokból veszik. És ilyen 7-be, 8 vagy 7-be kényelmesen 13-14-je, mert volt, hogy simán elviszik. Úgyhogy nincs már pont. Az alsó rész, az nagyon jó összedarálja, ugye gyengébb volt a napraforgó, de szárad. Úgyhogy a ugye Pio 144-es volt, 3,56, tehát mondjam 3, de 3,56 tized tonnára jött ki. Az átlag, meg vagyok vele elégedve. Pont azt beszéltük a profiba, a kombájnossal, hogy ha az alsó fele olyan jó lett volna, mint a felső, homokos rész, akkor a 4 tonnát elkerültük volna. Tehát még ott fönn, még mindig most is zöld a szár, addig itt lenn már szinte a gyökérből is ennyi jó. Tehát ez már nagyon. Ahhoz képest viszont elég masszívan állt, tehát nem volt az, hogy kidőlt, de hát itt látjuk, hogy most két hete arasztuk, vagy mikor, de hát most már szinte semmi. Tehát ez így el van rohadva. A gyökértörzs is el van rohadva. Úgyhogy a felső résznek, ha fölmennék, most azt mondom, hogy érdekes, hogy nem a homokba, meg a lapon volt erős a napraforgó, hanem vagyis a erős föld, meg a lap, hanem fent az ott volt. Ami meg azt mondom, hogy akkor már föl, már azért kikértőzsek van. Úgyhogy innen is még egyszer köszönöm, kipróbálhatom, és nyomjuk neki. Kérdezem a végelt, hogy ez 4 hektár. Tehát, hogyha nem vedel ki a szegeket, akkor